Végbordozás, búvárkodás, úszás, koktélozás. Néhány lehetőség azok közül, amikkel eltölthetik szabadidejüket a Lupa strandra érkezők Budakalászon. A tó a város szélén található, de a belvárosból az úgynevezett strandbusszal is megközelíthető. Múlt héten a holdfogyatkozás többek között itt is végignézhették az érdeklődők, miközben számos programon vehettek részt, akár éjszakai fürdőzésen is. Itt a Lupatavon rengeteg programmal készült a vendégeink számára, a különböző beach clubokban különböző programok érhetőek el lesz, filmvetítés, naplemente, szápjóga, rútáncversenyünk, koncert, elvárjuk a közönséget különböző ételekkel, italokkal, és nagyjából minden egyes helyen valamiféle zene fog szólni, és természetesen éjszakai fürdőzéssel. A Lupatavon búvárkodni is lehet, a kezdő búvárokat is várják. A helyszínen gyakorlott oktatók segítségével süllyedhet bárki a víz alá. A merülés során elsüllyesztett tárgyakat találhatnak meg a résztvevők. A Lupató munkatársától azt is megtudhattuk, hogy a strandok éjszakáján miért volt jó választás a holdfogyatkozást innen, a tópartjáról nézni. Véleményem szerint a Lupató eleve egy különleges helyszín abból a szempontból, hogy Budapest határában egy gyönyörű természeti környezetben található. A naplemente után, ami ugye a Pilis mögött megy le, itt a tóparton, pálmafák között, homokban tudjuk megtekinteni ezt a különleges eseményt, ami elméletileg egy ember öltőben egyszer történik. Ugye ez a leghosszabb holdfogyatkozás egy belátható időn belül. A szabadidő eltöltésére szolgál még a gasztrosétány is, amely az ínyencek kedvence lehet. Számos ételkülönlegességet megismerhetnek az ideérkezők, többi között a rockburgert, különböző halakat, vagy akár a tengergyümölcseit is megkóstolhatják. Nem csak a pihenésre szolgál a part, a zenekedvelők is gyakran találkozhatnak itt számos fellépővel. Bálint Dorottyától megtudhattuk, hogy a holdfogyatkozás estén a rúttánc versenyen kívül mi várta még a vendégeket. A fellépőink között különböző DJ-k találhatók a különböző helyeinken, és lesz egy rockabilly koncertünk is a Tiki Bárban, a Földnyelvünkön. A Lupastrand két részből áll, az egyik része egy kisebb parton helyezkedik el, míg a nagyobb részén több, mint 7000 vendég strandolhat. A tó közepére benyúlik egy földrész is, amelyet a strandolók földnyelven ismerhetnek. Ezen a részen is számos pihenőhely található. Különböző sportolási lehetőségek vannak, holnap a Fit Balance rendezvényünknek az elő estéje van ma, illetve a Koktél című filmet le fogjuk vetíteni a LED falunkon, ami itt a hátunk mögött található, és bulival várjuk minden egyes ponton a vendégeket. Az extrém vízi sportot kedvelők a többi között a flyboardot is kipróbálhatják, amely nem kevesebb, mint 10 méterrel magasabbra emel a víz felé. Azok, akik a szabadtéren szívesebben sportolnak, több edzéshez szükséges eszközt is megtalálnak itt a parton. Azok, akik végbordozni szeretnének, ezt is kipróbálhatják. A tó marketing munkatársa szerint minden eseményre több ezer érdeklődő eljön. A strandok éjszakájára is sok vendéget vártak. Több mint 3000 visszajelzésünk van a ma estére, reméljük, hogy a vendégek jól fogják magukat érezni, mi felkészülten várjuk őket. Nagyon változó a közönségünk, a családosoktól kezdve idősebbek, fiatalabbak, nagyjából mindenki megtalálható, nagyon széles kínálattal rendelkezik a Lupató, külön egységek vannak mindenféle igényű vendégünk számára, mindenki megtalálja az igényének megfelelő helyszínt. Strandröplabda, strandkézi és strandfoci. Néhány sportolási lehetőség azok közül, amikkel találkozhatnak a partra érkezők, valamint a parton fitness edzésekre várják a sportolni vágyókat. Ezen kívül sporttáborokat is szerveznek, ahol a gyermekek eltölthetik a vakációt. Táborokba egészen augusztus végéig lehet jelentkezni. A strand partján a koktélfilmet is vetítették a strandok éjszakáján, és a holdfogyatkozás több szemszögből lehetett nézni múlt hét pénteken. A hátunk mögött látható gyönyörű szép baldahines ágyainkon, a vízihintánkon, a stégeken, amik a különböző beach clubokkal tövezik, illetve a vendéglátó egységeink teraszain is. Éjszakai fürdőzésre most kivételesen lehetőség nyílik, reflektorokkal világítjuk meg a tavat,
és vigyázunk a vendégeinkre a sötétben is. A múlt heti eseményre este 8 órától a belépés díjtalan volt, és a strand hajnal 2 óráig várta a vendégeket. A legközelebbi esemény szintén a sportolásról fog szólni. Augusztus 7-től 12-éig strandröplabda bajnokságot szerveznek, ahova a versenyzőket és a szurkolókat egyaránt várják. Csúszda, mászók, a labda, a legnépszerűbb elemek a játszótéren, ahová ma kilátogattak a budakalászi sporttáborozók. Változatos elfoglaltságot, minden nap más-más tematikát kínálnak a táborvezetői a kicsiknek. A hét közepén sok közös élményen vannak túl a gyerekek, akik elmondásuk szerint nagyon várnak minden izgalmas felfedezést, ami a táborban várja őket. Hát elsőként sporttábornál mozgás jut az eszünkbe, és azt gondolnám, hogy akkor itt mi sokat mozgunk a gyerekekkel. A sportban nagyon sok minden beletartozik, akár egy kis foci, akár egy kis küzdősport, de a legfontosabb az, hogy mozogjanak a gyerekek. Mennyire van a napnak menetrendje, miről szólnak a napok, hogyan zajlik? Hát vannak napok, amikor ki vannak találva, hogy mit kell csinálni, de az időjárás az nekünk közbeszól, illetve hogy a társaságnak a nagy része éppen most nem aktuális arra az alkalomra, illetve dologra, akkor változtatni kell. Tehát egy tábor az általában ilyen szokott lenni. Ez a turnus ugye már nem az legelső, de hétfőn kezdődött. Hogyan telt eddig az eltelt két nap? Hát az első nap esős volt, ott azért egy kicsit izgalmas volt a helyzet, hiszen hirtelen jött az eső, be kellett szaladni a gyerekekkel ott a faluházban, ahol mi táborozunk, utána várni kellett, hogy felszáradjon minden, utána játszottunk egyet. Tehát az első nap egy kicsit izgalmasan telt, de utána a többi nap az már, én azt mondom, hogy teljesen jól telik. Beszélj kérlek egy kicsit a konkrét programokról, amik eddig voltak, miket csináltatok. Hát konkrét programokba beletartozott, volt egy rajzversenyünk a gyerekekkel, akkor reggelente szoktunk játszani, van egy ilyen kis közös játék a törpékkel, az körülbelül egy ilyen fél óra, 3-4 óra. Lesz majd nekünk tervevéve egy ilyen kis foci, küzdőjátékról, most túrázunk, majd hamarosan majd megyünk túrázni, szerintem a holnapi nap fel a kevére, úgyhogy izgalmas. Tehát ideig minden napra volt valami. A rajzversenyt hogy kell elképzelni? Van valamiféle jutalmazás? Itt minden gyerek Picasso-n, minden gyerek nagyon ügyes, és hát tényleg gyönyörű rajzok készültek, tehát nagyon-nagyon szép rajzok, de én úgy gondolom, mivel minden gyerek megpróbálkozott, ezért minden gyereknek van egy ilyen kis jutalom. Tehát mi az? Egy kis csoki. Mit szeretnek a gyerekek legjobban? Cukorkát és csokit. Uh-huh. Említetted még a túrázást, beszéljünk egy kicsit erről is részletesebben. Hát a holnapi napunk az úgy fog kezdődni, hogy akkor reggelizünk egyet a gyerekekkel, és reggeli után gyorsan lekenjük őket, naptej meg ilyenek, felveszünk a kis kulacsonokat, és elindulunk szépen a kevé felé. Nekünk a kevé futás arra szokott történni minden évben, május 1-én, és egy ilyen kis túraútvonalon megyünk. Ezt nagyon szeretik a gyerekek, teljesen a tetejére nem szoktunk felmenni, de ameddig tudunk, azért eljutunk. Tehát lehet látni, hogy vannak kisebb gyerekek, nagyobb gyerekek, és ahogy a társaságnak a nagy része bírja, addig megyünk. Futás lesz körbe így a tó körül. Nagyon szépen meg lehet csinálva itt a kis futópálya nekünk. Nagyon szép az időnk, és én úgy terveztem, hogy az óvodások, ők sétálni fognak egy kört, a nagyobbak, amivel megfutunk majd 2 kört körbe. Ez izgalmas, tehát az óvodások számára ez is fárasztó, hogy körbe sétálnak egy tavat, viszont nagyon izgalmas, mert látnak különböző kacsákat, tehát lesznek hattyúk, tehát nagyon szép a táj. A futók, akik meg nagyobbak, azok pedig el fognak fáradni. Ugye ez már nem az első turnus, vannak esetleg visszatérő vendégek? Igen, van olyan, akivel óvodába foglalkoztam, és most már itt van, hogy 5-es, és minden évben visszajött táborozni. De úgy látom, hogy a kicsik közül is rendszeresen jönnek vissza a gyerekek, és egyre többen. Akár Budakalászról, Pomázról, Szentendrejéről és Békesmegyerről. Említs még nekem kérlek szépen néhány programot a futóversenyen, túrázáson, rajzversenyen, már nagyon-nagyon sokfélét említettünk, de mi maradt még ki? Hát a küzdőjátékok azok kimaradtak. Én judoedzéssel foglalkozom, általános iskola alsó tagozatosoknak és óvodásoknak a judoedzéseivel.
ezek kimaradtak. Az iskolásoknál, akik nagyobbak voltak és az előző turnosban voltak, nekik viszont még TRX-et is tartottam, mert TRX-edzéssel is foglalkoztam. És akkor így igazából egy komplex volt a gyerekeknek. Voltak ilyen kis funkcionális edzések is, illetve mondom, még hátra vannak a küzdőjátékok, amiket nagyon szeretnek majd. Abban lesz botbirkózás, csapatjáték, lesz páros, az izgalmas szokott lenni. Úgy érzem, teljesen kiveséztük itt a programokat. Mi a helyzet a fegyelmezéssel? Mennyi gyerek van egyáltalán, és mennyire nehéz őket fegyelmezni, vagy kell-e egyáltalán? Ez egy jó kérdés, tehát lehetnek kevesen, de azt mondom, hogy azok között is vannak olyanok, akiket nehezen lehet fegyelmezni, illetve lehetnek sokan, és egy nagyon jól összeszokott társasága nagyon jól lehet menni. De ez mindig gyerekfüggő. És ez az, hogy fegyelmezni, inkább csak fegyelmet tartani. Tehát fegyelmezni, mi nem olyan szoktunk, megbeszéljük a szülőkkel, hogy mik a problémák, mit látunk. Aki nagyon rosszul viselkedik, azoknak büntetés szokott járni, és abban azért elfáradnak. Tegnap sikerült, voltak nyertesek, akik nagyon sokat csináltak, ilyen négy ütemű fekvő támaszó, és nagyon élvezték. Tehát aki már 200-at megcsinált, az már nagyon ügyes volt. De elfáradnak. Tehát utána másnap nincsen kedvük annyira szórakozni. Tehát az a lényeg. A szülőknek szerintem az a legfontosabb, hogy a gyerekeket egybe vigyük haza, és ne pedig úgy, hogy 6 darabban. És ahhoz az kell, hogy fegyelmezett legyen, és irányítható, hogy azért tényleg odafigyeljen. Ha rosszul csinálja, akkor viszont tényleg bünti jár érte. De nincs olyan vasszigor. Ez jó, amikor még a büntetést is élvezik, és az is kellemes jutalom, számukra. Igen, ez jutalom számukra. Tehát úgy kell elképzelni, hogy az, aki fegyelmezetlen, aki szeret egy kicsit pimaszkodni, az megjutalmazzuk azzal, hogy még csinálhat pluszba többet, mint a többiek. És ez úgy fogja fel, hogy ez neki büntetés, hanem azt, hogy ez mennyire élvezheti. Erősebb lesz, ügyesebb lesz a többieknél, közben persze elfárad. Tehát ez jutalom inkább, nem is büntetés. Jövőre is tervezzük, és már most beszélgettem egy-két ismerőssel, már kicsit színesítjük a programokat. Szerintem lesznek majd lovaglások, népi játékok, tehát belefűzünk egy pár dolgot. Megnéznek majd ilyen kis jurtázást a gyerekek, úgyhogy színesebb élesztéve mindenféleképpen. Közös bográcsozást is beszéltem így az ottani résztvevőkkel, úgyhogy izgalmas lesz szerintem a következő év is. Próbálom minden évben színesíteni egy picit. A melegben örök kedvence fagyi, ahogy több kisgyermek elmondta stábunknak, akik lelkesen meséltek élményeikről. Eddig nagyon sokat játszót éreztünk, voltunk az Omszkitónál, fagyiztunk, meg minden jó dolgokat csináltunk. Hát minden nap Krisztián bá kitalált valami jó kis mulatságot, hétfőn voltunk focizni, sportgyakorlatozni, akkor tegnap voltunk fagyizni, meg felmentünk Csehre, ott is volt a játszótér. Úgy kb. Minden nap megyünk a játszótérre. Mi tetszett eddig nektek a legjobban a táborban? Az, hogy mindig túláztunk egyet. Merre jártatok? Még nem voltunk ellen, de már anyáikkal voltunk ellen. Voltunk itt tolnárni valamikor anyával. Amikor játszunk, azt tetszik a legjobban. Lassan a végéhez közeledik a sporttábor, de a jövő évre vonatkozóan is vannak már elképzelései a szervezőnek, aki tovább szeretné szélesíteni a programokat.